A gyermeket nevelő szülők jövőre az idén befizetett személyi jövedelemadójukat, az ECHO kétharmadát, a katás tételes adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020-as átlagjövedelem adó tartalmáig. Nyilatkozniuk kell azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére. Tehát nyilatkoznia kell annak, aki családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, a magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös háztartásban élő házastársa, aki rokkantsági járadékban részesül, és észközben ő, vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt, kisadózóként bejelentett magánszemély, illetve hogyha máshova kéri az adó visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja. A visszadó nyilatkozatot december 31-éig kell benyújtani a NAV-hoz, ezt legegyszerűbben online érdemes megtenni. A NAV által ismert adatokkal előre kitöltött visszadó a NAV honlapján az SZIA visszatérítés rovatból a nyilatkozat gombra kattintva ügyfélkapus azonosítással érhető el. A NAV előre kitölti az utalási adatokat is, azok a családi pótlék adatokból a rendelkezésre állnak. Ezeket az adatokat ellenőrizni kell, és ha azok változtak, vagy nem teljes körűek, a nyilatkozatot okvetlenül be kell küldeni. Ha az adatokat ismeri a hivatal, akkor nincs teendője az ügyfélnek. A NAV közösségi média csatornáin videós segítség is található a kitöltésről. A honlapról pedig nyomtatható formában is letölthető a nyilatkozat. Ha valaki ezt nem küldi be, és a NAV az adatok nélkül nem utalja ki a visszajáró összeget, akkor az utólag a 2021-es SZIA bevallásban igényelhető vissza. Ebben az esetben legkorábban 2022. március 1-től juthatnak hozzá a szülők.